Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket. A Verőcei Idősek Klubja nappali ellátását szolgáló felújított épületrész átadó ünnepségén. 9 évvel ezelőtt képviselőtársaimmal elhatároztuk, hogy megmentjük, és a Dunakanyar egyik legszebb közösségi terét hozzuk létre benne. Én büszke vagyok erre az ingatlanra, bár az évek során sok bírálatot kaptunk, hogy minek költünk rá ennyi pénzt. Miért nem adjuk el inkább? Ilyenkor mindig elmondom, hogy ha az elődeinktől kaptunk egy ilyen csodát, és nem tudjuk megőrizni, akkor nem vagyunk alkalmasak a ránk bízott feladatra. Ez a fejlődés nincs, ha nem merünk nagyot álmodni, és ha a kezdetektől fogva nem áll mellénk Rétvári Bence képviselő úr és Pest vármegye önkormányzata. Köszönjük nekik! És köszönet jár a képviselőtestületnek, hogy támogatják a faluközpont megújulását. Köszönet az időseinknek, akikért dolgozhattunk, és akik újra életet hoznak egy csodás falak közé. Használják és élvezzék ezt a minden igényt kielégítő közösségi teret, és a jó társaságban eltöltött idő minden pillanatát. Aki csak egyszer végigmegy Verőcén, ezt az épületet biztosan észreveszi, és nagyon jó, hogy valóban nem a merjünk kicsik lenni stratégiát választotta Verőce, hogy hát ez túl nagy falat nekünk, tegyünk le róla, úgyse tudjuk megcsinálni, hanem szépen tényleg így külső, utána belső, egyik épület számít, a másik, így sikerül ebben haladni. Tényleg éke itt a településnek. Hogy polgármester úr is utalt rá, itt van nappali ellátás, étkezés, ugye az idősek klubjába, mint nappali ellátásra 30-an járnak, a Verőcei Nyugdíjas Klubnak meg 70 tagja van, tehát kb. 100 embernek tudja ez a hétköznapjait, mindennapjait még barátságosabbá tenni. Fontos, hogy megbecsüljük az időseket, mert a mi gyerekeink is akkor fognak egyébként minket megbecsülni. Hálával tartoznak a szüleinknek, sose tudjuk visszaadni a szüleinknek azt a szeretet, amit tőlük kaptunk. Annyi mindent sikerült megvalósítani Grausmann György polgármesterrel közösen, hogy ezt szerintem, amikor először találkoztunk, nem is gondoltuk volna. Különböző ütemben belterületi utak, az egyik 103 millió forintból, bölcsődefejlesztés 223 millió forintból, gyönyörű, szép, kivitelű bölcsőd az iskola, óvoda mellett. A Limes, amiről már sokszor beszéltünk, 302 millió forint lett, 100 millió forintból indult, a többi település, amikor jöttek az áremelkedések, feladta, Verőce nem adta fel, ezért a feladók által visszaadott pénzt odaadták Verőcének is. Itt meg tudott valósulni, ott meg nem tudott valósulni. Polgármesteri vatta, a falu házfelújítása 35 millió forint, aztán 55 millió forint, falubusz 15 millió forintból, járdafelújítás több millió forintból, egyházi közösségi programok szintén néha több százer, néha több millió forintból, nemzetiségi önkormányzati programok szintén több millió forintból, református templomtorony homlokzatjavítása, strandnak a fejlesztése 100 millió forintot nyertek, de még 30-at szereztek hozzá ugyanabból a forrásból, 130-ból, ez megújulhasson, iszonyatosan népszerű lett. Közösségfejlesztési támogatások, Falufüle utca, Brassó ügyfelújítása 150 millió forintból, itt vagyunk most az idősek klubjában 217 millió forintból, külterületi út is megvalósult 155 millió forintból, reméljük, hogy hamarosan elkészül turisztikai támogatásból a vízi színpadnak a felújítása 183 millió forintból, rendkívüli támogatások is voltak. Ha ezt valaki összeadta és követte, ugyanarra számra jutottunk-e? 2 milliárd 313 millió forint. Ez az, amit Grausmann Györggyel közösen, itt Verőcén, a verőcei közösségnek az értékeihez, az önkormányzatnál, katolikus egyháznál, református egyháznál, civil szervezeteknél hozzá tudtunk tenni.